Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, érkezzen az újabb karantén. Ki mással, mint Márki Zaival, aki zavarosan magyarázkodott gomba témában, bárcsak ne tette volna. Én nem azt mondtam, hogy a választó gombák, én azt mondtam, hogy a Fidesz a választókat gombának nézi, hülyének nézi, valljuk be. Itt lesz a traktorfejű DK-s is, aki szembe köpte magát, és még mindig azt gondolja, hogy ez csak eső. A magyar miniszterelnök még a tesztelés ellen is sergel a felelőtlen kijelentéseivel. Aztán jön Dorosz Dávid, a kirúgott főpolgármester helyettes, aki az 50-es éveket idézte idióta fejhangján. Vége van azoknak a napoknak, amikor egy országgyűlési képviselő, mint például Tuzson Nullás Bence, erről 7 éve hallgasson. Végül jön Jakab Péter, aki egyszerűen Jakab Péter volt. Így akarják önök utolérni Ausztriát 8 év múlva. Ne nevettessenek már. Tartsatok ma is velünk! Sokat kapott mostanában jogosan a hülyeségei miatt Zajos Peti, de hát nem véletlen. És most sikerült rátenni még egy lapáttal erre a bizonyos trágyahalomra. Ja, trágya! Ugye emlékeztek, hogy ti, fideszesek, sötétben tartott trágyával etetett gombák vagytok. Ez olyan, mint a migráció. Ezzel meg lehet nyerni egy választást addig, amíg az embereket sötétben tartjuk, és trágyával etetjük, ahogy mondják Amerikában, hogy úgy tartanak, mint a gombát. Sötétben tartanak és tárgyában táplálnak. Addig, amíg a választókat úgy tartjuk, mint a gombát, addig a rezsicsökkentéssel, a migrációdással és a többivel lehet választást nyerni. Na ez az, amit Zajos Peti most ki akart magyarázni, össze-vissza hablatyolva, hát nem is kell rátok bíznom a megoldást, hogy mennyire sikerült neki, mindjárt kibeszéljük, de ezt figyeljétek! Természetesen ugye hazudnak, de ez nem meglepetés, mert tolvajoknak egy szabát nem szabad elhinni, ne feledjék. Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este. Nem csak migráns, rezsi, összes többi kérdésben sem. Akkor itt van ez a bizonyos gombatermesztés. Tehát mindenki most mezőgazdasági szakember lett, gombatermesztésben utazunk. Mi az Istent műveltél, öregem? Az a gomba jól szétcsapott! Amerikában van egy olyan mondás, hogy ha azt úgy tartja, ugye a Fideszre mondtam én ezt, hogy a Fidesz úgy tartja a vállalkozók, a választóit, mint a gombákat, sötétben tartja őket és trágyával eteti. Ez itt gomba. Egy pszichedelikus drog. Fura dolgokat látsz tőle, és utána pár óráig boldog leszel. Így tartják a gombát egyébként, hát önök biztos tudják, hogy gombát így kell terészteni. Na most az természetesen nem a választókat minősíti, hanem a Fideszt. Én nem azt mondtam, hogy a választó gombák, én azt mondtam, hogy a Fidesz a választókat gombának nézi, hülyének nézi, valljuk be. Hát a hölgy, amit elmondott, az a legszebb bizonyíték arnak, hogy mi vidékiek nem vagyunk ostobák. Most nyilván én, ez ugyanaz, mintha engem azt mondanák, hogy én a férfiakat támadtam, vagy a nem tudom, vidékieket támadtam, mert miért támadtam volna a vidékieket, amikor vidéki vagyok? Sötét vagy és tudatlan. Rád férne egy kis kultúra? Az kéne neked. A nagycsaládosokat sem fogom támadni, meg a migránsokat sem fogom támadni, bevallom őszintén, én is migráns voltam. Én nekem két gyermekem migráns. Mert hát Kanadába született az egyik, a másik meg Amerikába, aztán úgy hoztam őket ide be ebbe az országba. Utazol, ingyen utazni akartál. Tűnés! Tűnés, menj a faszomba! Jó? Hát magyarul migráns. Ez a definíció. Megnézik az értelmező kézi szót. Tehát ha valakinek valami kis nehézsége lenne az értelmezéssel, arra van ez a szép nagy vastag könyv. Nézzék meg, hogy mit jelent az, hogy migráns. No, tehát nyilvánvalóan nem migráns ellenesek vagyunk, hanem Fidesz ellenesek vagyunk, és bűnöző ellenesek vagyunk, azért nem akarjuk a Fidesz betlepincseni, de migránsokat. Ha még egyszer beszólsz, protkóval dalolsz. Hogy mi van? Kapitány! Ó, kapitányom! Hát téged a balosok is utálnak rendesen már, de a legnagyobb lékeket te ütöd a saját hajódba, te szerencsétlen kapitány, ahogy Gyurcsány Feri mondja. És már megint ez mi volt? Fideszes milliókat sértesz meg folyamatosan, majd egy ilyen önellentmondó, kapkodó, hablatyoló baromsággal próbálod visszalapátolni a kakitalóba. Hát ez megint kevésbé volt sikeres. És akkor hogy is van ez? A Fidesz akar betelepíteni migránsokat, és ugye ez az aljas rezsicsökkentés is, hát tökéletesen hiteles vagy. Egyre inkább úgy viselkedsz, mint a DK, lemész kutyába, nyomod ezeket a hülye posztokat. Feri biztos, hogy örülne neked. Na de ha már DK és Feri, akkor az egyik főbunkó megmondja nekünk a tutit ismét. Nos, hát kevesebb, mint másfél hét múlva ilyenkor már bűzorogni fognak a halászlevek. Bűzorogni fognak a halászlevek. Nem látod, hogy épp eszem? Sülnek a beiglik, és a magyar családok milliói készülnek majd egymás nyakába borulni Szenteste, egy nagyon nehéz évet követő karácsony ünnepkor.
Te vagy a világon a legelcseszettebb, szánalmas, agyatlan pöcs, aki az életben kipottyant egy bundás move-ból. Hé, álljunk meg egy kicsit! Milyen beigli? És milyen halászlé? Hát ezek már nem kerülhetnek a magyar emberek asztalára, mert Orbán tökretette az egész társadalmat. Ráadásul hal. Normális vagy? Halat itt csak a fideszes kormány elit eszik, senki más. Nagyot hibáztál, te traktorfejű kommunista, reméljük jóvá tudott tenni. Ám miközben ma is 150-nél is több honfitársunkat veszítettük el a járványban, és az elmúlt 24 órában sajnos ismét emelkedett a fertőzöttek száma is, sok család számára komoly fejtörést okoz a közelgő ünnep. Szabad-e egyáltalán nagy családi körben idős nagyszülőkkel együtt ünnepelni? Honnan tudhatjuk, hogy akár tünetmentesen is, de nem fertőzzük-e meg azokat a karácsonyi asztalnál, akiket bizony a legjobban szeretünk? Ezek hazudnak, hát nem érted? Nos, a demokratikus koalíció szerint a megoldás végtelenül egyszerű. A magyar kormánynak a karácsonyt megelőző napokban ingyenessé kell tenni a koronavírus teszteket, hogy minél több magyar család kaphasson aktuális képet, és biztonságban önfeledten ünnepelhessen az előttünk álló időszakban. A DK szerint felháborító, hogy a magát nem csupán futball, hanem most már vírus szakértőnek is képzelő miniszterelnök minden szakmai észérvel szembe menve kijelenti, hogy a tesztelés semmit nem segít a járvány negyedik hullámában, miközben teljesen egyértelmű pedig, hogy ingyenes és tömeges teszteléssel sok millió magyar család ünnepét lehetne a vírustól biztonságosabbá tenni. A DK ezért felszólítja a kormányt, hogy biztosítson ingyenes teszteket minden magyar ember számára a karácsonyt megelőző napokban, és ne kövessen el újabb kapitális hibákat a járvány negyedik hullámának kezelésében. A kis patkány, az egész családja besúgó. Na ugye, hogy így már egészen más? Hát ezt szeretjük, ezt a DK-t, amikor megérkeznek a legfontosabb alapanyagok. Az ostobaság, a rossz indulat és a bunkó hergelés. Mert ebben jók ők. Viszont megfáradhattak az év végére, mert az elvtárs elfelejtett a keleti vakcinák ellen hergelni. Ez pedig alap volt. Maradt helyette egy egyszerű kis gumicsont a tesztelés, ami a baloldal szerint a járványra minden megoldást megad. De ugye hamis biztonságérzetet is kapunk tőle, ezt nem kell annyiszor elmagyarázni, de tudjuk, hogyha tesztelünk és negatív lesz, és éppen mondjuk megyünk haza, a villamoson bárkitől elkaphatjuk, ne adj Isten a koronavírust, amit továbbadunk a családtagoknak, csak éppen nem félünk annyira. Ez a baloldal megoldása. Nem tudnak mibe belekötni, hiszen tudjuk, hogy az oltás a legjobb megoldás. Meg az, hogy az ilyen kretén állatokat messzire el kell kerülni, mint Varga elvtárs. Most viszont jöjjön két igazi mester, akikről nem is mondok semmit. Az egész probléma halmazt az okozza, hogy a Fidesz, Orbán Viktor és a körzet nullás képviselője Tuzson Nullás Bence kiszolgáltatja Gödöt és Göd környékét a Samsung gyár kénye kedvének, és lényegében elárulják a gödieket, elárulják a körzetben élőket azért, hogy egy multinacionális nagyvállalat profit érdekei érvényesülhessenek. Ha közölni akarsz valamit, mondd el nekem. És ne tévedjünk, ez nem csak Gödről szól, ez nem csak Gödről, Dunakesziről és a környékről szól, hanem ez egy tanmese. Egy olyan tanmese, hogy mihez vezet az, amikor a Fidesz elárulja a magyar emberek nyugalmát, a magyar emberek munkavállalói jogait, a magyar emberek egészséghez és a magyar emberek élhető környezethez való jogát. Vízminőség, levegőszennyezés, iparűzési adónak az elvétele a helyi emberektől. Ezek mind olyan problémák, amelyek tökéletesen mutatják szinte tablószerűen azt, hogy a Fidesz hogyan árulja el a magyar embereket, és hogyan szolgálja ki a multinacionális nagyvállalatokat. Hol a faszba kukászod ezt a két idiótát? Zöld és igazságos Magyarországot fogunk építeni. Olyan Magyarországot, ahol mindenkinek joga van ahhoz, hogy egészségben és nyugalmas környezetben éljen és nevelje fel a gyerekeit. Egy olyan Magyarországot, ahol a dolgozóknak valódi, elvehetetlen és az állam által ellenőrzött jogok járnak. És olyan munkafeltételek, amelyek megvédik őket, és amelyek egy európai élethez biztosítanak alapokat. A 30 éves kommunista múlt, a magyar dolgozók hatalmas pártja, kezesség arra, hogy szilárdan és keményen haladunk tovább a megkezdett úton, a magyar dolgozónép a nemzetközi proletár felszabadulás szolgálatában, az emberiség jobb jövője a szocializmus, a kommunizmus felé.
Megtörtént az az igen furcsa és különleges esemény, hogy bár Komján Tími ott volt a videóban, de nem őt hallgattuk. Ennek csak egy oka volt, hogy itt van nekünk a munkakerülő hazug kis goblin, Dorosz Dávid, a 0,7%-os párbeszéd üdvöskéje, Karigeri kis barátja, aki bizony főpolgármester helyettes volt. És bár nem túl magas a mérce a bal oldalon, neki ez sem sikerült megugrania, és kirúgták a főpolgármester helyettesi posztjáról. Mert hogy az még ott sem működik, hogy semmivel nem foglalkozik, semmihez nem ért, miközben a fővárosi közgyűlésben egy laptopon a saját kis könyvének a borítóját rakta össze. Na hát, ezen a szinten van a fiú, de ez a kis okádék országgyűlési képviselő akar lenni, és Tuzson Bencét akarja legyőzni, ahogy itt okoskodott. De ti mit hallottatok ebből? Mert én csak egy sunyi, fejhangú goblin okádást, amiben semmi konkrétum nem volt, viszont az 50-es évek szintjét azt simán hozta. Köszönjük szépen, Dorosz Dávid, takarodjál vissza a gazdáiddal együtt, oda, ahol kiképeztek, ez pedig Amerika volt. Hazudozunk, teszünk, veszünk, hó, jó nekünk. Ne feledkezzünk el azonban Jakab Péterről sem, aki most igazán Jakab Péter volt megint. Borsodból, Abaújból nagyon sokan Szlovákiába járnak át dolgozni. Békésből meg Romániába, mert hogy esetenként már ott is jobban megéri munkát vállalni, vagy éppen bevásárolni, mint idehaza. Képviselőtársak, mit tettek önök ezzel az országgal? Mit? Mit tettek önök azzal az országgal, amelyik egykora térség éllovasa volt, most meg ott tartunk, hogy a szélrózsa minden irányába menekülnek innen az emberek, olyan drága az élet. Figyelj, ez a csávó a legidegesítőbb köcsög az egész világ. Hát lassan egy hétvégi bevásárlás luxusnak számít, annyi pénzt hagy az ember a kasszánál, és még csak most jönnek az ünnepek. Ilyen árak mellett hogy lehet megélni, képviselőtársak? Verik itt önök a mellüket azzal, hogy jövőre, ugye a választások előtt jön a 13. havi nyugdíj, meg az SZIA visszatérítés. Ebben az országban olyan mértékben emelkednek az árak, hogy azt a pénzt az emberek már rég ott hagyták a boltokban, meg a benzinkutakon. Amit jövőre kapnak, azt önök most veszik el tőlük, minden egyes bevásárlás, minden egyes tankolás alkalmával. Te vagy a legnagyobb hülye, akit valaha láttam. A gazdaság az összeomlás szélén áll, és ezt most már a magyar emberek érzik a pénztárcájukon. A forint piszok gyenge, az emberek pénze egyre kevesebbet ér, az árak az egekben, örök meg csak dőzsölnek és dőzsölnek és dőzsölnek. Az uniós pénzt felzabálják, elárasztják az országot keleti hitelekkel, és még miután ez a pénz sem elég önöknek, agyon adóztatják a magyart, hogy aztán legyen miből több milliárdért királyi luxus majorságot építeni ő felségének 60 pusztán, hogy csak egyet mondjak. Nem bírod abba hagyni a hazudozást, igaz? A kényeidben van, undorító. Tudom, gusztustalan. Undorodom magamtól. Beszéltünk már gyűlölködésről, hazugságról, hergerésről, és bár igen erős a mezőny, azért Jakab Péter még mindig az egyik legbunkóbb versenyző. Bunkó, bunkó. És ugyan leáldozóban van a demagógia csillag, de amit lehet, még megtesz a jó ügy érdekében. Gazdasági összeomlásról beszél, pánikot kelt, irigységet táplál az emberekben, miközben Kánoánt ígér, ahogyan Gyurcsányék szokták tenni. Pedig sepregethetne a saját térfelén is, hiszen ott van a rendkívül intelligens és művelt, ráadásul különlegesen csinos főtitkárnő, akivel a home office-t egészen máshogy érzékelik és értékelik, Jakab Petiék, főleg az éjszakai változatát. Íme a pénzügyek dívája, a számbűvölő démon. Tudod, miért veled dolgoznak? Mert azok a vén fingók begerjednek, amikor alázod őket. Olvadoznak, mint a kocsonya a napon, amikor felemered azt az édes kis hangod. Édeske, te egy ritka kincs vagy. De nem is ez a legnagyobb baj, hanem az, hogy a Jobbikot, amely egy nemzeti oldalon lévő párt volt, átvezette Gyurcsány karmaiba a személyes ambíciói miatt. És ezzel esélyt adott a baloldalnak. Ez az, amit soha nem bocsátunk meg Jakab Péternek. Tehát bunkó vagyok, nincs lelkiismeret furdalásom. Mára be is fejeztük a puffogást, találkozunk jövő héten is, és bár december 24-e szenteste lesz, azért egy rendhagyó adással belezavarunk a napotokba. Vigyázzatok magatokra, iratkozzatok föl a csatornára, este pedig nézzétek most is a karanténvlogot a Pesti TV-ben 8 órakor. Sziasztok!